Gyönyörűen pompáznak a kamasziák is, a préri gyertyák. Ezek nagyszerű átmenetet képeznek a tulipánok és a díszhagymák között, tehát a tavaszi és a koranyári hagymások között. Van fehérbe is, kisebb, nagyobb méretben. Egyet nem szeret, a nagyon száraz területet. Tehát akinek nagyon homokos és száraz a talaja, az ne ültesse. Agyagtalajban vastag mulcsnál, heti egy, de alapos öntözéssel viszont gyönyörűen virágzik, ezek is itt már 7-8 évesek, szépen szaporodnak. Gyönyörű színfoltja ilyenkor a tulipánok után a kertnek. Most nyílik ez a bangita féleség. Örökzöld, hát örökzöld sávnak is tökéletes, nem csak a koralberkenyébe kell gondolkodni, és a babérmegyben, ez is egy tökéletes alternatíva. És hát a főékessége, hogy ilyenkor májusban gyönyörűen virágzik. Nagyon szárazságtűrő is, ugye rokon a labdarózsának, a Viburnum család egy nagy-nagy család, sok-sok taggal, de hát ilyen gyönyörű virága van, és mögötte az orgonával kifejezetten szép kontrasztot alkot.